Nyugaton kiadós mennyiségű csapadékra van kilátás, míg északkeleten néhol csak csepereghet az eső. Köszöntöm az M1 nézőit, jó estét kívánok, Fölhéz Adrián vagyok. Egy páratlan művészi pillanatképet kaptunk a Bakonyból, Kovács Károly jóvoltából. Nagyon szépen köszönjük neki. Önöktől is várjuk az időjáráshoz kötődő felvételeket. Én most azonban mutatom önöknek a hullámzó frontrendszert, amely lényegi változást hoz az időjárásunkba. Mivel behullámzott, le is lassult a mozgása, így újabb és újabb hullámban érkezik hozzánk csapadék is. Az előttünk álló éjszaka eleinte még csak nyugaton valószínű esőzápor. Keleten ezzel szemben lesznek derült régiók is, itt továbbra is hajnali fagyokkal. -2, -8 fok valószínű, de általában 2 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap a déli órákig marad a borult ég, többfelé csapadékkal. Délnyugat felül azonban fokozatosan csökken a felhőzet, a csapadékmező pedig északkeletre szorul, ezzel együtt gyengül is. A hőmérséklet csúcsértékei 5 és 17 fok között változnak, északkeleten az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel. Feltámad a szél, emiatt hűvösebbnek is érezzük a levegőt. Szerdán azonban már bízhatunk némi napsütésben, ekkor változóan felhős lesz az ég. Csütörtökön ugyan szomorkás, barátságtalan lesz a légköri helyzet, de ezzel együtt a délalföldön 23 fok is jöhet. Nyugaton 10 fok környékén maradnak a maximumok. Péntektől elcsendesül a légkör, így a csapadékhajlam is csökken. Állandósulni látszik a 10-16 fok, azonban vasárnap ismételten közelítjük a 20 fokot. Bátran tervezzenek tehát szabadtéri programot, reggelenként azonban öltözködjenek rétegesen, hiszen csípős az idő. Minden szentek napja keresztény ünnep, a már üdvözült lelkek emléknapja. Az ünnep nem tévesztendő össze a halottak napjával, amit 998 óta tart az egyház a következő napon, november 2-án. Az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert hívekért. Szokássá vált, hogy ebben az időszakban rendbe teszik, virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak emlékére. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. A katolikus egyház szertartása szerint a temetők nagy keresztjénél vagy a templomokban ma is elimádkozták a Minden Szentek litániáját. Ilyenkor megnő a forgalom az utakon, továbbá ne feledjék, hogy már hamarabb sötétedik. Vigyázzanak egymásra ma is. Most köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!